Köszöntöm nézőinket! Önök a Diagnózist, a Szeged Televízió regionális egészségügyi magazinját látják. Mai fél óránkban a cukorbetegségről beszélgetek vendégeimmel. Ennek apropója, hogy a Szeged első Lions Club támogatásával 2000 vércukorszint ellenőrzést végeztek el 2019 első fél évében. Műsorunk másik témája a kísérletes sebészet legújabb eredményei. Itt bemutatjuk azokat az új szimulátorokat is, amelyek hatékonyabbá teszik a képzést, anélkül, hogy élő betegen tanulnának különböző fogásokat a leendő orvosok. Tartsanak velünk! 2000 szegedi vércukorszint ellenőrzését végezték el térítésmentesen az év első felében a Szeged első Lions Club támogatásával. A jótékonysági szervezet a látásvédelem mellett a cukorbetegség korai kiszűrését és a felvilágosítást is felvállalta, természetesen orvosok közreműködésével. Ennek az akciónak a jelentőségéről beszélgetek Bella Zsolttal, a klub alelnökével, Lengyel Csabával, az Egyetem egyes számú belgyógyászati klinikájának vezetőivel, és Nyírati Szabolcsak, klinika diabetológiai munkacsoportjának belgyógyász szakorvosával. Köszöntöm Önöket, jó estét kívánok! Elsőként az érdekelne, hogy miért éppen a cukorbetegséget helyezi a fókuszba a klub? A Lions Club ugye talán nem mindenki számára közismert, ez egy több mint 100 éves nemzetközi szervezet. 1917-ben Chicagóban jött létre, és a 20-as évek elején tűzte zászlajára első lépésként a vakok és gyengélátok segítését, felkarolását, és a klub századik évfordulója körül kezdett az megfogalmazódni, hogy újabb célokat kellene zászlóra tűzni, és a gyengéllátás egyik leggyakoribb kiváltók a diabétesz, a cukorbetegség, és úgy döntöttek a konvenció résztvevői, hogy ez lesz az új cél, ez lesz az új segítendő közösségcsoport, sok más egyéb jótékonysági cél mellett. És ehhez csatlakoztunk mi, Szegedi első Lions Club tagjai is. Sok érintettsége van ennek a dolognak, vannak olyan klubtagjaink, akik családi érintettséggel is bírnak, nyilván az ő motivációjuk még erősebb, és azt is tudni kell a klubról, hogy a számos üzletember, jelentős városi polgár mellett sok akadémiai ember és orvos is tagja ennek a csapatnak, és igyekeztünk itt a lehetőségeket összefogva kilakítani egy olyan hálózatot, ami minél több nem is beteg, hanem minél több potenciálisan veszélyeztetett ember számára ad egy szűrési lehetőséget, amit ugye a jelenlegi egészségügyi rendszer nem feltétlenül finanszíroz. Ugye Magyarországon nincsen a kettes típusú cukorbetegségnek szűrővizsgálata. Ezt miért tartanák fontosnak, mit tenni indokoltá? A kettes típusú cukorbetegség előfordulási gyakorisága Magyarországon épp úgy, mint a világon bárhol, igen magas. Az ismert cukorbetegek aránya 7,3%, tehát kb. 730 ezer olyan cukorbetegről tudunk, aki gyógyszert szed, és támogatással írják fel ezeket a gyógyszereket nekik. Azonban a nem ismert cukorbetegek száma az majdnem olyan sok, mint az ismert cukorbetegeké. A Nemzetközi Diabétesz Társaság Magyarországon 250 és 500 ezer közé teszi azoknak a cukorbetegeknek a számát, akiknél a betegség már kialakult, de még nem diagnosztizálták. Általában a diagnózisig 5 év telik el, és tudjuk azt, hogy a kettes típusú cukorbetegség számtalan szövődményt okoz, elsősorban érszövődményeket, kísérszövődményeket, mint például a retinopátia, ami látásromlást okozhat, vagy a nefropátia, ami a veseműködést károsítja, de nagy érszövődményeket is, mint az infarktus, vagy akár a stroke. És sajnálatos módon attól, hogy nem tudjuk, hogy valaki cukorbeteg, attól ezek a szövődmények még kialakulhatnak és fenyegetik a betegek jólétét. Szabolcs, ugye kétféle cukorbetegség típusról beszélgetünk, az egyes és a kettesről. Alapvetően mi a kettő között a különbség? Ugye nagyjából az arányok úgy oszlanak meg, hogy Magyarországon, de a világon bárhol, ugye 90% körülbelül, ami a kettes típusú cukorbetegekhez tartozik, és 10% az egyes típusú cukorbeteg. Az alapvető különbség, ugye, hogy egyes típusú cukorbetegben ugye hiányzik az inzulin elválasztás, tehát ott a hasnyálmirigynek egy különböző korállapotokból létrejövő betegség áll fönn, ami miatt az inzulin termelés elmarad. Még ugye a kettes típusú cukorbetegség az a metabolikus szindrómának nevezett
állapotnak egy részjelensége is lehet, tehát ez életmód is befolyásolja, örökletes tényezők is, tehát a túlsúly, itt ugye az inzulinrezisztencia dominált, tehát nem elsősorban az inzulin elválasztásnak van az a vara, hanem egyszerűen a szervezet nem érzékeny annyira az inzulinra, mint egy egészséges emberben. Mielőtt folytatnánk a beszélgetést, megmutatjuk, hogyan is történik a vizsgálat. Szegeden két egészségközpontban fogadják azokat, akik nem riadnak meg egy tűszúrástól, ami a korai diagnózist segíti. Új-Szegeden a Proaktív Egészségközpont már nem először kapcsolódik a Szeged első Lions Club diabetes programjához. Tavaly novemberben innen indult a jótékonysági futás, amellyel a cukorbetegség kockázatára és a megelőzés fontosságára hívták fel a figyelmet. Az egészségközpontban most foglalkozás egészségügyi vizsgálatra várnak ezek a fiatal emberek. Egy kicsit meglepődtek, amikor kiderült számukra, hogy a Szeged első Lions Club jóvoltából egy vércukormérése és a cukorbetegség kockázat felmérésére is sor kerül. Köszönjük szépen, hogy kitöltötte a Lions Club jóvoltából, diabétesz szűrés zajlik a rendelőnkben, és mikor tetszett enni utoljára? Körülbelül 3 órával ezelőtt. 3, jó, ezt látom, jelezte is. És akkor megmérnénk a cukrát, ez egy szűrővizsgálat lenne, hogy van-e emelkedett cukorérték. Amennyiben emelkedettet mérünk, akkor a tovább irányítjuk további kivizsgálásokra, de bízunk benne, hogy az értékei normál tartományban lesznek. Lajos is kitöltötte a kérdőívet, szerencsére alacsony kockázati értékei vannak, amit a tesztcsíkos vérvétel 5,3-as eredménye is alátámasztott. Miket szokott enni? Minden. És a szénhidrátokra mennyire figyel oda? Próbálkozom. Jó. Ezt tudja, hogy a kristálycukor, finomított fehérlisztes ételeket azért célszerű módjával, jó? Tehát ezek a nagyon szép kelesztett pékárukat azért célszerű egy kicsit háttérbe szorítani annak érdekében, hogy a cukorbetegséget elkerüljük. Szegednek azt a népességét szűrjük, akik ritkábban jutnak el, akár a házi orvosukhoz is, vagy akár ilyen helyzetben, hogy a vércukrukat nézzék, hiszen a cukorbetegség egy terjedő betegség, 10 emberből egy-egy esetben mindig. Tehát mindenki családjában lehet egy személy, aki érintett, akármelyik típusával kapcsolatban, és nagyon sok esetben láttuk azt, hogy kevés ember tudja, hogy miről van szó. Akár így az életmóddal kapcsolatban, hogy mikre célszerű odafigyelni, akár pedig arra vonatkozólag, hogy érdemes azért évente egyszer-egyszer vércukrot nézni. Mikor evett utoljára? Hát neki 9-kor evettem utoljára. És mit evett? Lángost. Lángost, az nagyon jó, jó, mert az jó fehér lisztből készült, tehát az a szénhidrátot rendesen megemeli az anyagcserét, a cukoranyagcserét. Megnéznénk akkor jó vércukrát. Attila szénhidrátban gazdag reggelien néhány óra múltával már nem jelentkezett a vércukorértékben, de mivel édesapja cukorbeteg, tisztában van vele, hogy nála magasabb a cukorbetegség kockázata. Az állandó gyógyszerkezelés, az állandó vércukormérés, tehát édesapám is naponta 2-szer méri, folyamatosan írja, folyamatosan kell emiatt járni a orvoshoz. 2,5 hónap alatt körülbelül 380 embert néztünk meg, 380 vércukrot mértünk. Sok esetben láttuk azt, hogy ezeknek az embereknek nem volt lehetőségük ugye erre a vércukormérésre, és olyan 100 emberből 2-t biztos, hogy kiszűrünk, akinek vagy nagyon emelkedett a rizikója, és amiatt kell küldenünk továbbiakban kivizsgálásra, vagy pedig eleve egy emelkedett vércukort értéket mérünk. Hallottak róla, ismerik, de nem tudják azt, hogy mivel jár, nem tudják, hogy ezt rendszeresen kellene ellenőrizni, hogy bármelyikünk egyik pillanatról a másikra cukorbetegségekkel küzdhet. Volt egy fiatal ember, pont ilyen üzemorvosi alkalmasságira jött hozzánk, 3 hete derült ki, hogy inzulinos cukorbeteg. Nem mi szűrtük ki, de egy 3 hete frissen kiderült, ők azért nincsenek tisztában vele. És már benne van. És
Ilyenkor muszáj, hogy valakinek részletesen, nyugodt körülmények közt egy életmódi tanácsot, és mind foglalkozás egészségügyi szempontból, hisz nagyon sokat változtat az életvitelen, az életmódon, és hogy milyen területre tud elhelyezkedni a későbbiekben. Az eredmények kiértékelését a Szegedi Diabetológiai Munkacsoport végzi. A Szeged Első Lions Club 2019 első felében 2000 szűrés elvégzését tervezi, partnerei a Proaktív Egészségközpont és a Noé Egészségközpont közreműködésével. A tervezett esetszámhoz stábunk 3 fővel járult hozzá, mert természetesen mi is oda tartottuk az ujjunkat egy tűszúrásra, és ebből az operatőr sem maradhatott ki. Ugye a filmben azt láttuk, hogy vért vizsgálnak, ellenben a házi orvosok általában a vizeletet nézik. Melyik lenne a jobb vagy a pontosabb szűrési módszer? A legpontosabb szűrési módszer a vénás plazmából történő vércukor meghatározás. Ez azonban drága, költségigényes és nagy tömegben rutinszerűen nem használható. Ezért egy olyan kérdőíves módszer dolgoztak ki egy nagy nemzetközi vizsgálat kapcsán, amelyben 8 egyszerű kérdést tesznek fel, és ezekre a kérdésekre adott válaszokat pontozzák, és az összesített pontszám alapján meghatározzák, hogy kinek fokozott, nagy vagy igen nagy a 10 éven belüli diabétesz kialakulási kockázata. Ugye a Lions Club által javasolt méréseknél is adnak egy bizonyos kérdőívet. Azok is ezeket a kérdéseket tartalmazzák? A célunk az volt, hogy olyan validált teszteket alkalmazzunk, ami lehetővé teszi a későbbi mintáknak a tudományos jellegű feldolgozását is, hiszen igazán így lenne értékes az összegyűjtött minta. Azt sem titok, hogy olyan szegmenst kerestünk, ami kötelező a páciensek számára, viszont finanszírozás nincs mögötte, ugye ez volt az üzemorvosi hálózat, ezért fordultunk 2 jól működő üzemorvosi rendszerhez, és az ott megfelelő megjelenő betegek számára ajánlottuk fel ezt az ingyenes lehetőséget, és a jelentős százaléka a betegeknek élt is ezzel a lehetőséggel. Az itt összegyűjtött anyagmennyiség, mintamennyiség reményeink szerint csak egy kiindulási pontot jelent, hiszen jelen pillanatban is azon vagyunk, hogy bővítsük ennek a szűrési rendszernek a lehetőségeit. Az országos Lions hálózat is támogatja ezt a rendszert, illetve programot, és reméljük, hogy további támogatókat tudunk helyben és országszerte is a program mögé állítani, és ha tényleg ebből egy jelentős mennyiségű minta gyűlne össze, akkor az professzorok számára is egy jelentős tudományos értékű, akár tudományos értékű feldolgozás is lehetővé tesz. Milyen adatokat tudnak ezekből gyűjteni, ezekből a beérkezett mintákból, ugye 2000 embert szűrnek ilyen módon? Hát áttekintjük ezeknek a betegeknek ugye a kérdőívüket, ami ugye ezt a 8 kérdést tartalmazza. Egyébként Find Risk az a kérdőív neve. És akit enyhén vagy mérsékelten fokozott kockázatnak nyilvánítunk, ez azt jelenti, hogy 12 vagy magasabb pontszámot érnek el ezen a teszten, azokat behívjuk egy vércukortéréses vizsgálatra, illetve egy hemoglobin A1C, az a 3 havi cukor átlag egy olyan vérvételre. És akkor ez fogja a standard diagnózist megadni, hogy valóban cukorbetegséggel állunk eszembe, vagy csak ugye a rizikófokozott. Tehát akiket úgy látnak, hogy nem megfelelő az érték, akkor elküldik további vizsgálatokra. 12 ez azt jelenti, hogy 6 betegből valószínűleg 1-10 éven belül cukorbeteg lesz. Ezt így lehet számszerűsíteni. És akkor nyilván aki elfölött, a pontszám fölött van, az lehet, hogy 2 betegből 1 már cukorbeteg lesz, hogyha akár 20 fölötti pontot elér ezen a teszten. Egy-egy ilyen kampány mennyire segíti azt, hogy korábban minél előbb felismerjék a diagnózist? Egy ilyen kampány rendkívüli módon segíti, hiszen fölhívja a betegek figyelmét azokra a faktorokra, amelyek elsősorban életmódiak, táplálkozás, mozgás, táplálék minőségének, mennyiségének összetétele. Tehát olyan dolgokra hívja fel a figyelmet, amire a beteg maga is tud figyelmet fordítani, és maga is tudja szabályozni. Tehát gyakorlatilag az életmódi terápia, az életmódi intervenció lehet a megelőzés legfontosabb eszköze. És aki elmegy egy ilyen szűrésre, meghallgatja az ott elhangzott tájékoztatókat, információkat, felvilágosító előadásokat esetlegesen, felvérteződik az ellen, hogy tovább romoljon esetleg az anyagcsere
állapot egy olyan helyzetben, ahol hát eleve magas a rizikó. A genetika mennyire befolyásolja azt, hogy egy ember az cukorbeteg lesz, hiszen a filmben is ugye elhangzott, láttunk egy fiatal embert, akinek az édesapja is cukorbeteg, őneki kell-e aggódnia? De a tesztben is egyébként az első fokú rokonok megléte az jelentős pontszámot nyom alatban, tehát nyilván fontos, hogy család belül fordult-e már cukorbetegség, mert akkor fokozott figyelmet kell fordítani tényleg a leszármazottakra is. Ezen kívül még melyek azok a kockázati tényezők, amelyek befolyásolhatják, hogy valaki cukorbeteg lesz-e vagy sem? Hát ezen kívül például az életkor, 45 éves kor fölött azért gyakrabban kell számolni a kettes típusú cukorbetegség előfordulásával. A testtömegindex, tehát a túlsúly, elhízás az, ami szintén egy fontos rizikófaktor. Haskörfogat is korrelál a cukorbetegség előfordulási gyakoriságával. Akkor elmondhatjuk, hogy a mozgásszegény életmód, a tesztben van konkrétan egy olyan kérdés, hogy legalább 30 percet mozog naponta, akkor ugye az már csökkenti a rizikóját a betegség kialakulásának. Emellett a táplálkozási szokások is, tehát a zöldségfogyasztás, szénhidrátok fogyasztása ahhoz, hogy áll a beteg, ez is rengeteget számít. Például, hogyha társbetegségként magas vérnyomás társul egy adott betegnél, az szintén a rizikót emeli, növeli. Zsolt, ezt a szűrővizsgálatot, ugye 2000 embert szűrtek, azt csak Szegeden végezték el, vagy esetleg az egész országban? Ugye az országban több mint 40 Lions Club működik. Ez egy országosan felvállalt és zászlóra tűzött tevékenység. Ebben azt kell mondjam, hogy szegediek mi előjárók vagyunk, ezért külön oklevelet is kaptunk az elmúlt évi tevékenységünk során az országos konvenció, amivel igyekeztek elismerni a mi úttörő munkánkat ezen a téren. És mondtam, igazából az lenne a jó, hogy az oroszlánok, akik ebben tevékenykednek és élen járnak, egy jó példát tudnának mutatni, és számos olyan a társadalom egyéb szférájából kapcsolódó partnereket találjon, akik mögé állnak ennek a tevékenységnek, és ott minél szélesebb körben tudjuk folytatni. Nyilván nem csak Szegeden, hanem Szeged környékén, és a többi klub részleteiben pedig az ország teljes területén. Vannak már otthon is használható vércukorszintmérők. Ezeket mennyire javasolják, hogy használjuk, vagy egyáltalán kiknek tanácsos? Az otthon használatos vércukormérők elsődleges feladata az, hogy a beteg monitorozza a vércukrát. Diagnózisra nem szoktuk ajánlani, diagnózisra laboratóriumi körülmények között meghatározott vérminták szükségesek. Azonban ezek a készülékek is elég nagy pontosságúak. Tehát, hogyha egy ismert cukorbeteg a terápiát akarja nyomon követni, hogy jó tartományban van-e a vércukra, erre kiválóan alkalmas. De arra is alkalmas, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy magasabb a vércukor értéke akár egy egészséges embernek, mint a normális. Ilyenkor azonban érdemes egy kontrollált laboratóriumi meghatározást is elvégezni. Szabolcs, ugye a diabétesz nem gyógyítható, de jól lehet vele együtt élni, legalábbis ezt állítják. Hogyan lehet mégis ezzel együtt élni úgy, hogy az ember teljes életet tudjon élni? Hát nyilván attól függ, hogy milyen típusú cukorbetegségről van szó, nyilván az egyes típusú cukorbetegben csak az inzulin kezelés jön szóba, ami jelentősen befolyásolja mindennapi életüket, akár testmozgást, akár étkezést veszünk figyelembe. Kettes típusú cukorbetegeknél azért részben visszafordítható a folyamat, legalábbis lehet javítani az anyagcserén már azzal, hogyha például egy beteg jelentős testsúly többlettől megszabadul, már azzal javulhat az anyagcseréje. Akár a eddigi tablettákat csökkenteni lehet, vagy elhagyni. Olyan eset, amikor a diéta és tényleg az életmódkezelés, a mozgásfokozás az rengeteget számít. Hát igen, erről mindig mi is beszámolunk, vagy beszélünk. Zsolt, lesz-e folytatás ennek a kampánynak, vagy esetleg más betegségre fognak fókuszálni? Első évben ezt a kampányt szeretnénk komplettálni és még bővebb rétegek számára elérhetővé tenni. A következő célunk az, hogy az 5000-es létszámot meg tudjuk célozni. Ehhez szükségünk van további orvospartnerekre, akik a területen dolgoznak üzemorvosként, családorvosként. Ez lesz a következő negyed évnek, fél évnek a legfőbb tevékenysége. Másrészt a saját rendezvényeinken szeretnénk ezt a tevékenységet és az egész betegség, illetve szűrési rendszert propagálni. Többek között ősszel, minden második alkalommal lesz egy nagy diabetes futás novemberben, illetve egyéb kulturális és társasági rendezvényeken szeretnénk ennek a partnerségnek a körét még bővebbé tenni.
Na, nagyon sokszor beszélünk, tanár úr, arról, hogy a cukorbetegség egy népbetegség, de mennyire lenne ez megelőzhető? A cukorbetegség egyre fiatalabb korban alakul ki. Tehát nagyon fontos az, hogy az életmódi váltást, a megfelelő mozgás, táplálkozás, propagálását minél korábban megkezdjük. Gondolok itt akár az iskolai testnevelésre, a megfelelő már gyermekkorban elkezdett étkeztetésre, és arra, hogy minél tudatosabbá váljanak az állampolgárok ezzel kapcsolatban. Nem kell nagy dolgokra gondolni. Napi 20-40 perc séta, ez természetesen egy fokozott fizikai aktivitásnak megfelelő séta, tehát rendesen ki kell lépni hozzá, de nem kell futni. Az, hogy megnézzük azt, hogy elsősorban olyan szénhidrátokat fogyasszunk, amik kevésbé feldolgozottak, tehát itt a növényi eredetű szénhidrátokra, rostban gazdag ételekre gondolok. Az, hogy a táplálékunkban minél kevesebb legyen a túlságosan feldolgozott élelmiszer, a nagy szénhidrát tartalmú, nagy kalória, nagy zsírtartalmú élelmiszer. Ezek mind-mind elősegíthetik azt, hogy megelőzzük a diabéteszt. De mérhető is ez, hiszen ha valaki nem hízik el, nem lesz túlsúlya, akkor kicsi lesz a kockázata. Abban az esetben is kisebb lesz a kockázata, ha egyébként a családjában halmozottan fordul elő a cukorbetegség. Köszönöm szépen, hogy ezt elmondták nekünk. Köszönjük szépen. A sebészet legújabb tudományos eredményeiről számoltak be a Magyar Sebésztársaság kísérletes sebészeti szekció 27. kongresszusán. Ez egyben sebészeti továbbképző tanfolyam is volt, az ország szinte minden tájáról és külföldről érkezett szakmabelieknek. Bemutattak egy olyan térdszimulátort, amelyen a szegedi orvostanhallgatók a térdizület elváltozásainak gyógyítását gyakorolhatják, de a csípőtörés újfajta kísérletes műtéti eljárásáról is volt szó. A Sebészeti és Műtéttani Intézetek által két évente megrendezett kongresszusra neves hazai és külföldi szakemberek érkeztek Szegedre. A kísérletes sebészeti szekció ülésére a társszakmák, azaz a sebészek és a traumatológusok is kíváncsiak voltak. Ezeknek az intézeteknek az egyik fő profilja a kutatás, a másik az oktatás. A kutatás vonatkozásában nem arra kell gondolni, hogy sebészeti technikákat próbálunk feltérképezni, hanem a különböző élettani, korélettani biokémiai változásokat mutatunk be. És egyik témája a konferenciának ezeknek az úgynevezett alapkutatásoknak az ismertetése. A mostani kongresszuson különös figyelmet fordítottak a transzlációs, azaz a hétköznapi gyakorlatban a betegellátásban is alkalmazható kutatásokra és az oktatás fejlesztésére. A saját oktatási tapasztalatunkat is megosztjuk egymással, másrészt pedig a készségfejlesztés során szerzett tapasztalatainkat. Ugye nagy technológiai fejlődés van a sebészetben és az orvostudományban, úgy általánosságban is, de ezek a technológiai újítások nem működnek, hogyha nincsenek megfelelően képzett orvosok a háttérben, ezek nem önjáró rendszerek, viszont rendelkezésnek állnak olyan szimulátorok, amelyek az alaptechnikákat a begyakorlás szintjén, a betegellátás nagy biztonsága érdekében megvalósítják. A kongresszuson helyet kaptak olyan szimulációs eszközök is, amelyek segítségével a jövő orvosa is tanulnak. Ezzel a bábúval például a szülés levezetését sajátíthatják el. A szimulátor ugyanis hasonlóképpen működik, mint egy valódi szülőnő. A bábú a szoftveren keresztül jeleket sugároz magából, melyeket ezen a monitoron lehet követni, például a szívfrekvenciát vagy a vérnyomást. Itt van pulzusa, hogyha megfelelő helyen tapintjuk, a pupillája tágul, elektromos jeleket produkál, tehát EKG-t lehet róla rögzíteni, tehát teljesen minden úgy történik, mint egy normál szülés folyamán. Mivel kongresszusi helyszínen vagyunk, ez természetesen nem így zajlik normál helyzetben, tehát egy szülészeti ágyon egy felkészült csapat várja ezt a bébit, de azt hiszem, hogy demonstrációs céllal ez így jól követhető, hogy igen, valóban így születik ez a gyermek. Egy másik teremben azzal a térdszimulátorral ismerkedhettek meg a kongresszus résztvevői, amelyiken az orvostanhallgatók a térd problémák kezelését tanulhatják valósághűen. Most éppen a térdizület szakadását kell megoldani a gépen keresztül. Ennek az ellátása az, hogy a szakadt részt azt leválasztjuk, ehhez hagyományosan egy háromrészes harapot használunk, ezt a
belső oldali vagy mediális ízés felől behelyezzük. Lehet látni, hogy iszonyúan kicsi itt a tér, nagyon nehéz navigálni az eszközöket, nehéz ráfordulni az adott elváltozásra az eszközzel, és ennek ez az ellátása, hogy a szakadt részt az szépen így részletekben eltávolítják, azért, mert hogyha ez magától válik le, akkor ebből úgy szokták kinni, hogy ízületi egér lehet, tehát egy idegen test, ami mozog a térdizületbe, és ez akár elakadást is okozhat egy rossz mozdulatra, hogy ezt mindenképpen el kell látni. Az ilyen szimulációs gyakorlati képzés az orvostudomány több területén is alkalmazható, például a traumatológiában, a nőgyógyászatban és a kardiológiában. A berendezések élményszerűbbé teszik a jövő orvosainak tanulását. Amit a fő kameraállásban látunk, az ugyanaz a kép, amit a valóságban is látnánk. Mellette van egy anatómiai helyzetet szimuláló ábra, ez a tanulási fázis nagyban megkönnyíti. Mert térdizületen belül nagyon-nagyon nehéz megállapítani sokszor a saját helyzetünket és koordinálni az eszközöket, úgyhogy ez nagyban segíti a tanulást, hogy ott van ez az ábra. Viszont ezt akár el is tüntethetem egy mozdulattal, ez egy érintőképernyős eszköz, és akkor ez a segítség megszűnik. Tehát attól függ, hogy milyen szinten van éppen a hallgató, hogyha valaki életében először próbálja, vagy most gyakorolja, akkor ez azért nagyon hasznos tud lenni. A háromnapos tanácskozás a szakma újdonságait is megmutatta, azokat, amelyek már beváltak, és azokat is, amelyek még csak kísérleti kidolgozás alatt állnak. Ma már léteznek olyan modern technológiai újítások, amelyek a seb és a csontgyógyulást segítik elő. Most egy olyan új magyar innovációról van szó, ami az egyik leggyakoribb baleseti sebészeti problémával a időskori csípőtáji törötteknek a műtéti megoldásával foglalkozik. Ez egy olyan mágikusnak nevezett szög, magic trohanter szegnek hívják, amivel kisebb sugárterheléssel gyorsabban tudjuk ezeket az idős betegeket ellátni. Ennek számos előnye van. Pici behatolásból, gyakorlatilag pici műtéti megterheléssel tudjuk a beteget talpra állítani. De ez csak az egyik célja ennek a fórumnak itt. A másik célja az, hogy orvosainkat kiképezzük oktatói feladatra, tehát jobban tudjanak oktatni posztgraduális képzésben sebész kollégákat, és gyakorlatilag meg tudják ismertetni velük azokat az újdonságokat, amit ez az instrumentárium implantátum jelent. Ezt a módszert a 4 hazai orvosegyetem fejlesztette ki. Szeged már a kezdeti fázis óta 1 éve alkalmazza, és az eddigi tapasztalatok szerint rendkívül jól működik. Önök a Diagnózist, a Szeged Televízió regionális egészségügyi magazinját látták. Új adással 2 hét múlva jelentkezünk. Addig is vigyázzanak magukra, viszontlátásra! A Diagnózis támogatói: MTA, Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Szent Györgyi Albert Klinikai Központ, STE Általános Orvostudományi Kar, STE Fogorvostudományi Kar. A műsorvezetőt a Livello di Vita öltöztette.